kiberbűnözés, ennek megelőzése és felvilágosítása kapcsán tartottak előadást az érdeklődőknek Tolnán, a Művelődési Központban Buda Bernadett és Pótárné Wiesner Gyöngyi. Vannak olyan alkalmazások, ahol fizetni kell, ugye a YouTube-on is, hogyha fizetek, egyből nem dobáltanak a reklámokat. Mert akkor már megfizettem az applikációnak az árát, mert nem én vagyok, nem nekem akarnak eladni semmit. Jó? Tehát a romantikus csalás kapcsán így tudják meg az elkövetők, hogy a hölgy egyedülálló, és így keresik fel. És bármennyire megmosolyogtatjuk a dolgot, bizony vannak olyanok, akik több millió forintot elutalnak ilyen katonának, orvosnak, aki nagyon szerelmes lesz a hölgybe. Jó? Befektetési ajánlatok, lehetőségek. Ilyeneket nap, mint nap kapunk. Nem tudom, önök kapnak-e? Facebook is feldobálja, ugye, hogy ilyen nyeremény, olyan nyeremény, én vagyok a nem tudom hány százezredik kattintó, és akkor görgessek, és akkor hány százalékkal olcsóbban tudok vásárolni. Nagyon érdekes dolog ez a kiberbűnözés és az ezzel kapcsolatos dolgok. Én saját magam is tapasztaltam, hogy próbálkoznak nagyon sokszor telefonon, interneten keresztül a bankkártyához, bankszámlához hozzájutni a bűnözők, és nagyon jó dolognak tartom, hogy az időseknek is tartanak ilyen tájékoztatást, előadást, ugyanis ők nekik a legnehezebb ebben a modern világban már kivédeni ezeket a támadásokat. Az időseket jobban fenyegeti ez a bűnözési forma. A bűnmegelőzés keretén belül kiemelt témánk a kiberbűnözés. Hívtam neves szakembereket, hogy mondják el közvetlen a tapasztalatokat az idős csoporttársainak, mert nincs olyan napunk, hogy ne hallanánk arról, vagy ne olvasnánk arról, hogy becsapják az időseket, nem csak az időseket, hanem a fiatalokat is. Én azt gondolom, hogy az erővel dolgoztam, mindig a munkavédelem is azt szokta mondani, az ördög nem alszik, csak szundikál. És én ezzel azt szeretném jelezni, hogy ez a probléma az itt van. Minden nap velünk, minden órában itt van, és nagyon-nagyon szeretném a csoporttársaimat, nem csak a csoporttársaimat, hanem mindenkit, aki a mai előadásra eljön, hogy tudomása jusson, hogy mit nem szabad csinálni, és mit kell figyelmen kívül hagyni, hogy ne legyünk áldozatok, hogyan használjuk a bankkártyáinkat, hogyan vegyünk föl pénzt, meg ilyesmikről lesznek. Több éve megy már, talán harmadik vagy negyedik éve, hogy van ilyen előadás sorozatunk. Eleinte a közlekedésről, akkor a másik alkalommal a bűnmegelőzésről. Az internet világa lehet veszélytelen is, ha az ember elővigyázatosan használja azt.